A következő pár percben, illetve hát remélem egy órában, és aztán utána a beszélgetés után nyugodtan lehet majd most is kérdezni, a kézműves sajtokról lesz szó, a magyar minőségi sajtokról, tehát ugye az előbb itt a sajtokkal kapcsolatban a magyar sajtnak az árával, értékével foglalkoztunk, de hát ugye a sajtok azok nagyipariak is tudnak lenni, meg kézművesek is tudnak lenni, de itt most szeretnénk arról beszélgetni, hogy mennyit ér a magyar kézműves sajt, és hogy hol a helye a gasztronómiában. Hát még mielőtt belevágnánk ebbe, szeretnék egy pár adatot közölni, nem tudom, hogy ki tudja, ki nem tudja, de azért jobb, hogyha elhelyezzük magunkat a világ sajt térképén. Hát a magyar sajtfogyasztás Magyarországon a legalacsonyabb az Európai Unión belül sajnos egyelőre, bár egyébként az elmúlt években egy picit növekedett ez a szám, de egy 2018-as adat állít nekem rendelkezésemre. Évente, hát nem tudom, mit gondoltok, mennyit teszik a magyar, hány kilót teszik fejenként? Kálmán? Itt vannak itt ilyen mikrofonok, mondjuk ketten használjátok egyet, meg ketten is. Többre gondolok, mint hat. Ilyesmi. Másfél-kettő. Hát ez már megnőtt, mert volt egész egyébként 5,8-ról emelkedett, 7,9%-ra. De 8, igen, ilyen Kálmán egészen jól eltelt. De azért mondjuk az Európai Unióban ez 18 kg per fő per év. Kicsit el vagyunk maradva, de hát mondjuk vannak nagy sajthatalmak Európában, azt tudjuk, tehát ugye a franciák, az olaszok, a svájciak, a németek, szóval azért elég nagy a konkurencia szerintem. De most a magyarokról beszélgessünk egy kicsit, hogy a magyar sajtfogyasztásnak a 80%-át hát a trapista teszi ki, ugye? Ennek megvan az oka, és hát ezek általában nagyipari sajtok, ezek a trapisták, és ezeknek a sajtfogyasztási adatoknak még van egy nagyon érdekesség, ugye 90%-a a nagyipari. Tehát mindössze 10%-ról beszélgetünk most, a 10%-a kézműves minőségi magyar sajt. És hát tulajdonképpen a kézműves sajtoknak is, itt most a franciáknak, a többi nagy sajthatalom kézműves sajtjainak is a sajtjairól beszélünk, akkor a magyar sajtoknál több mint a felét importból szerzi be Magyarország. Tehát még ezen is lehetne egy picit változtatni. És hát azt is észre lehet venni, hogy az előbb az árképzésről beszélgettünk, hogy bizony ezek a magyar kézműves sajtok előfordulhat, hogy néha drágábbak a piacon, mint ugyanazon kézműves sajtok mondjuk egy másik országból. Erről is szerintem lehetne. Hát kezdjük azzal, hogyha az ember kézműves sajtot akar venni, és még soha nem vásárolt, nem ismer senkit, nem tudja ki ez a picsor Ádám, stb., akkor utána néz az interneten, hogy milyenek vannak, és hát jó eséllyel megpróbálja megtalálni ennek a lelőhelyét, hogy ha valamit kinézett, hogy hol lehet vásárolni. És hát az az igazság, hogy rögtön jön a sok, hogy ha bemegy egy nagy kereskedő áruházláncba, akkor ott nem nagyon találja meg a kézműves sajtokat. Mi lehet ennek az oka? Ádámot nem találják. Kálmán, igen. Csak annyi, hogy Ficsor Ádám az Gyurcsánynak volt a jobb keze, ez a srác amúgy el is tűnt. Én Ficsor Árpád vagyok. Tehát, hogy több oka is van. Tehát nekünk is ugye, mint mindannyiunknak, tehát folyamatosan tanuljuk ezt a szakmát, tehát, hogy az is az oka ennek, hogy nem tudunk elég jól sajtot készíteni szerintem. Ez egyre kevésbé igaz, de azért van egy pálya, de valakik nagyon megragadtak, sehol se lehet említeni mondjuk egy svájci vagy francia sajttal szembe, de kérdés, hogy kinek mi a célja. A másik oka az, hogy ugye Dárius kincse is kevés, hogyha mondjuk hagyományos kérekkultúrás sajtkészítésről beszélünk korszóérleléssel, szerintem, hogy egy komoly sajtüzemet csináljunk, tehát ilyen kicsiket csináltunk Imre is, vagy többen csináltunk kicsi üzemeket, amelyek vicc mennyiséget állítanak elő. Tehát ezekkel multiba bekerülni öngyilkosság lenne, meg fölösleges is. Tehát, hogy nem is lehet annyit elkérni. Bár ugye kinek milyen értékesítési csatornái vannak. Nálunk például az egy specialitás, hogy én nagyon rugalmatlan vagyok bizonyos szinteken, és én nem vagyok hajlandó elvinni a sajtot, sem a kereskedőnek, sem a nem tudom senkinek. Hát néha a Csirmasz Pistinek. De ez azért van például, mert én úgy látom, hogy mindannyiunknak van egy emberi, vagy egy lélektani, vagy valamilyen szintű határa, ahol azt mondja, hogy ezt már nem vállalom be. Lehet, hogy be tudná vállalni,
és ez most ilyen kislányos viselkedés, de szerintem ez mindenkinél máshol vannak ezek a határok, és akkor mindjárt nem húzom a szót. Tehát itt az a kérdés, hogy rövid távon gondolkodunk, vagy hosszú, és ha hosszú távon akarunk mosolyogni, akkor nem tudunk mindent bevállalni. Tehát, hogy meg hogyha azt szeretnénk, hogy hát ha valamelyik gyermek tovább csinálja, azt látja a gyermek mindig, hogy apa, anya éjjel-nappal csak melózik háromszor annyit, mint egy átlagos ember, vagy annyit nem tud, ugye, de mondjuk kettőször tud, akkor tuti, hogy nem lesz folytatás. Tehát, hogy egy kiégett szülővel fog a gyerek találkozni. Na, bocsánat. Nektek egyébként nagyon speciális a helyzetetek, hiszen ha most ugye megtudtuk, mert most, amikor egyébként is tudjuk, hogy a saját tejed is van, és abból készíted el a paraszt sajtot. Tehát tulajdonképpen akkor ez így egy teljesen más helyzet? Hát más, és ez nyugaton teljesen szét is szegregálódott már. Tehát most éppen volt egy beszélgetésünk itt kint, hogy miért nem megyünk több rendezvényre, meg miért nem visszük ide, meg oda, meg amoda. Tehát Nyugat-Európában már az sem trend, hogy valaki tehenész, meg sajtkészítő, meg mondjuk mi még bionövénytermesztők is, és akkor még legyen, mondjuk még kereskedő, tehát nagy, de azt már nem vállom be, hogy el is viszem, ha nem tudom kinek. És itt az önköltségről csak annyit, hogy nem mindegy, hogy milyen tejből csináljuk azt a sajtot, tehát egy ipari Holstein Friese tejből csináljuk, vagy tényleg egy hagyományos szénás takarmányozású tejből, és ennek a hagyományos bioszénás takarmányozású tejnek például mit csinálunk. A Svájcban jóval magasabb, mint 200 forintért veszi meg a tejipar, Ausztriában mondjuk 200 forint körül. István, a kezedben van a mikrofon. Annyit még elmondanék, mert az előbb elfejtettek titeket bemutatni, de remélem mindenki tudja, hogy ki kicsoda. Csínoz István egyébként sajtokat is készít, és ugye kulinárisznak tulajdonképpen a sajt nagymestere, mondhatom. Kismestere, de nem nagymestere, és a sajt kereskedője. Tehát ő az, aki tulajdonképpen elérheti a kulinárisz, mint kiváló magyar bolt a főnökénél, hogy milyen sajtok kerüljenek a polcra, és az itt jelenlévő paraszt sajt is úgy került ezek szerint. Igen, üdvözlök mindenkit, szervusztok. Egy picit vissza szeretnék kanyarodni ahhoz a mondathoz, hogy a multikban nem nagyon vannak meg ezek a minőségi sajtok. Itt van egy pici változás. Én azért járom a Tesco-t, az Ocean-t, és bizony találok Saorst, bizony találok Camembert, bizony találok Comtét, bizony találok Gruyert, tehát olyan sajtokat, amiket a Culinaris is árul. De ugye az a nagyon nem mindegy, hogy ezek a sajtok egy tömegtermelésből kerülnek-e ki, vagy úgy, mint ahogy a kulinárisban, aki már gyakorlatilag 16-17 éve egy meghatározó szerepet játszik ebben a gasztrovilágban és a gurmévilágban, olyan sajtokat forgalmazunk, amik tényleg megfelelő kézműves előállító helyekről származnak. Ugye Árpi gyakorlatilag, amikor elkezdte készíteni a sajtjait, megjelent nálunk, hogy próbáljuk ki. Hihetetlen változáson ment keresztül az ő sajtja. Az akkori tulajdonosunk és volt főnököm folyamatosan szegény Árpit ezzel fegyverezte, hogy de hát ezt a raklettet én kint Franciaországban 6 euróért megkapom. A tied miért 7 vagy 7,50? És szegény Árpi annyit tudott elmondani, amennyit itt is elmondott, mert ennyi, kész. Innentől kezdve az a kérdés, hogy bevállalja egy kereskedő, hogy ezt a dolgot, mint magyar termék, viszi-e tovább, vagy sem, vagy azt mondja, hogy akkor én megmaradok annál a résznél. Most a tendencia egyre inkább az, főleg, hogy tulajdonosváltáson mentünk keresztül, és most már egy, nem tudom szépen fogalmazni, tehát egy olyan tulajdonosi körünk van, aki ezt a magyar termékek forgalmazását megpróbálja elősegíteni. Ülnek a padokban is olyanok, akiket már én kerestem meg ezzel a, és itt is, ugye Kálmánt is megkerestem, hogy na, megvan az engedély, lehet jönni, próbáljuk meg az együttműködést, és nézzük meg, hogy mire megyünk a magyar sajtokkal. A pandémia persze betett egy picit ennek, de most szeptembertől megint elkezdjük azokat a sajtokat, amiket arra érdemesnek találunk. És mi a szempont egy ilyen kereskedő cégnél? Valóban az, amit Kálmán elmondott, pontos szállítás,
a termék minősége folyamatosan kiegyenlített legyen. Sajnos ugye a 10 év alatt nem egy termelő megjelent nálunk, nem egy termelővel kellett eljátszani azt, hogy az első jó volt, a második jó volt, a harmadik később érkezett, a negyedik már nem volt jó, és akkor ki kellett nyomozni, hogy ez hogy is van, miért történik. Persze kinyomoztuk, hol egy kolbászmesterváltás volt, hol egy egyszerű területi probléma, és már nem legeltek az állatok. Tehát nagyon sok olyan apróság van, amire oda kell figyelni. A másik pedig, ami egy ilyen kereskedő cégnél nagyon fontos, a megjelenés. Tehát egy polcra kitenni olyan terméket, ahol ott sorakoznak a már említett svájci, holland, angol, francia, spanyol sajtok, és megjelennek, nagyon nehéz, ha egy egyszerű zsugorfóliában van, aminek a széle cakkos, nincs egyformára levágva, és nagyon-nagyon sok ilyen nálunk megjelenő termelőt voltunk muszáj elutasítani, mert bizony azt nem tudtuk kitenni. Van, amelyiket megpróbáltuk megfuttatni pultba, mint kimért terméket, de ugye az egy teljesen más dolog. Ugye a vevői magatartás az nagyon megoszlik. Van, aki nem szeret egy pulthoz odaállni, van, aki egyedül szeret válogatni, és ha ott nem fogja megtalálni, akkor nem megy le a pultba. Na most ezek után ugye lehet az következő kérdés, azaz a fő kérdés, az árazás, és én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy a magyar termelők megjelenjenek minden szinten, akár a piactól kezdve az egyszerű kiskereskedelmi, nagykereskedelmi üzletláncokban, és attól fog függeni, hogy hol melyik tud megjelenni, amiket most itt végig Kálmán Árpa, én elmondtam, hogy ezeket a fontos ismérveket mennyire tudja kitartóan, folyamatosan produkálni. És miért átadnám a szót Kálmának, egy percre maradjunk már itt a magyar kereskedők gondolatkörénél, hogy ugye kulinárisz az hát szerintem eléggé különleges abból a szempontból, bevállalta ezt, hogy magyar sajtokkal, magyar kézműves sajtokkal is, hogy mondjam így, hogy kísérletezik. Mert nem volt ez divat, vagy nem nagyon divat. Miért nem vállalják a kereskedők a magyar kézműves sajtoknak a kereskedelmét? Gondoltak erről? Lehet, hogy nem, választ nem őket kéne megkérdezni. Nem tudom, Zsófi nem akart erről valamit mondani, mert nem beleszól, hogy jó. Szóval, hogy ugye a kérdés az volt, hogy miért nincsenek ott a sajtjaink ezeknél a nagy élelmiszerláncoknál. Hát ez is azt szeretném mondani, hogy azok a nagyjából mi nagyságrendbeli, vagy talán minimálisan nagyobb svájci vagy osztrák sajtkészítőknek a termékei sincsenek ott egyébként az ottani láncoknál. Tehát ez nehogy azt gondoljuk, azok ott vannak. Mert hogy inkább regionálisan jelennek meg. Most erre egy egyszerű példát mondva, annak idején minket megkeresett a CBA, hogy a CBA Primákba szállítsunk be sajtot. Nem voltam nagyon boldog az ötlettől, mert én országszerte nem tudok teríteni. Tehát mi ugyan kiszállítunk, én nem vagyok olyan kemény, mint az Árpi, de nem tudnék egy országba kiszállítani. De van egy CBA Balatonakaliban, egy ilyen CBA Prima, egy nagy alapterületű, nagyon klassz áruház egyébként, akiknek szállítok be sajtot hétről hétre, és megmondom miért. Mert az, amit én erről gondolok, hogy ezeknél a termékeknél nem alapvető létfenntartási eszközökről beszélünk, hanem hát kvázi luxus termékek, vagy nem tudom, felső kategóriás termékek, itt élményeket adnak el Balatonakaliban, sajtot vásárolni, és azt mondjuk, hogy a vászói sajt, tehát a szomszéd falu, az egy izgalom, mert arról olvasott, hallott, stb. De az én sajtom a Diósgyőri CBA-ban már sehogyan sem fest, és az ottani eladó nem is fogja tudni elmondani, hogy mi ez és hogyan és miért. Tehát én nem gondolom, hogy volna nekem olyan igényem, hogy ez egyik ok. De van még egy ok, amit egyébként az István említett. Hát érdemes néha bemenni az Aldi-ba, Lidl-be egyébként, bármilyen borzasztóan hangzanak ezek a nevek elkötelezett ősmagyarként, de hát elég jól működő hálózatok, és időnként nagyon komoly minőségű sajtokat árusítanak bizony ezekben. Én most az utóbbi időben ezt az Erzherzog Johannt vásárolgattam többször, egy nagyon finom sajt Ausztriából, és van egy rossz hírem, 4500 forint kilója, kiskerbe áfástúl. Tehát és akkor itt jön, amit én gondolok, és akkor, ha már marketingeztünk, ugye van egy régi marketing elmélet, az úgynevezett Blue Ocean
ugye a kék óceán, hogy a hal, amelyik életbe akar maradni, az sose a vörös óceánba megy, ahol ott van rengeteg ragadozó, és betépték szét egymást, keresi a kék vizet. Hát mi a túróért vinném én be a sajtomat arra a piacra, ahol egyébként nagyon magas minőségi, jó ízű, stb. Termékek vannak olcsóbban. Eszem ágában is belemenni ebbe a versenybe. Hát én pontosan oda viszem, ahol az én termékeim iránt, pontosabban az általam nyújtott élmény iránt van meg a kereslet. És ezt meg lehet találni. Tehát, hogy én nem is gondolom, hogy szükségszerű, hogy az ott legyen. Maotnár Zsófia, aki egyébként, nem tudom, tudják, egy szintén közgazdász is, tehát szakács, közgazdász, gasztroblogger, műsorvezető, Csili és Vaníliának a fantasztikus séfje, nagyon jó kis oldal. Mit gondolsz erre? És hozzáteszem, hogy a kézműves sajtok rajongója, úgyhogy azért is kerültem ide egyébként, de azért is annyi elfogultságot talán szabad megosztani, hogy azért sok mindenkinek a sajtját kóstoltam, ismerem, de egyébként azért is vagyok itt, mert az Istvánnak ugye a zámori kecske sajtokat is készít, és én abszolút törzs vásárlója vagyok, most már nagyon-nagyon régóta is rajongója, úgyhogy kvázi mondjuk közelről, valamennyire közelről, mint tényleg heti szinten vásárló, fogyasztó közelről is látom, ugye, hogy az egész kör az tulajdonképpen hogy működik. Nagyon sok minden érdekes, kicsit majd csapongani fogok, mert kicsit azért tudom, hogy bár a marketinggel nem akartunk itt foglalkozni, de azért csak egy picit én abba úgy bele csípnék majd. Illetve Kálmán nagyon sok fontos dolgot mondott. Ugye kezdjük ott, hogy a végén az előadásodnak az volt a záró mondata, hogy ez egy keresleti piac, tehát hogy én is azt mindenképpen meg tudom erősíteni, hogy azt látjuk, hogy fordítva működik, tehát hogy egyszerűen nagyon nagy a kereslet, és én azt felhasználóként, háziasszonyként is látom, hogy ha az ember talál egyszer egy jó sajtot, amiben beleszeret, akkor azért egyébként hajlandó elmenni bárhova, meg nagyjából kifizetni bármit, és nem ezzel szokott lenni a probléma, hanem inkább azzal, hogy egyszer csak nincs már, vagy nincs elég, vagy az, amiben beleszeretett az ember, az már nincs, tehát hogy inkább én is azt gondolom, hogy ez fordítva szokott működni egyrészt. Másrészt ugye itt azért egy szűk célcsoportról beszélünk, tehát hogy ugye nagyon nem kell, vagy nem szabad összekeverni ugye a kvázi, mondjuk, hogy is fogalmazom, tehát a hétköznapi konyhában alapélelmiszerként használt sajtot felhasználó háziasszony, tehát a trapista, meg egyebek, meg ami a főzéshez használódik fel. Tehát az a tudatos vásárlói kör szerintem, aki ezeknek a sajtoknak a célcsoportja, az egy egyre erősebben növekvő célcsoport és vásárlóközeg, ami a pandémia alatt körülbelül 2-3-szorosára erősödött meg. Ez biztos, hogy mindenki meg tudja erősíteni mennyiségben és minőségben is. Azt nagyon látjuk, ugye, hogy azok a tudatos vásárlók, akik keresik ezeket a magyar kézműves sajtokat, azoknak nagyjából az ár teljesen mindegy. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy teljesen mindegy, de nem az ár a meghatározó. És nagyon sokszor említetted, Kálmán, hogy ugye nem csak magát a terméket vásárolja meg a vásárló, és különösen ez a tudatos vásárló, még tovább mennék, hogy nem is csak az élményt keresi, hanem a tudatos vásárló az megveszi a mögötte levő munkát, filozófiát, hitelességet, tehát hogy én azt látom, hogy ezek nagyon fontosak, hogy egy családi kisgazdaságnál, kistermelőnél kíváncsi rá a háziasszony és a vásárló, hogy azt kikészíti, milyen körülmények között készíti, tehát hogy az egész sztorit, nem csak az élményt, hanem az egész sztorit, meg az egész hitelességet veszi meg. És akkor itt ugranék gyorsan csak azért, hogy marketingezni nem akartunk, de hogy ezzel együtt mégis azt mondanám, meg arra ösztönöznék mindenkit, hogy tudom, hogy mondjuk aki sajtot termel, az nem biztos, hogy Instagram meg Facebook életet él, és hogy ott arra van kapacitás, hogy folyamatosan ott jelen legyen, de igenis tudomásul kell venni, hogy per pillanat az a helyzet, hogy mindenben, és ezekben a termékekben is ezek a csatornák érik el leggyorsabban és leghatékonyabban a vevőt, mert egyszerűen itt szólítod meg, itt tudod megszólítani, kiiktatva egyébként minden köztes, nem tudom, most ügynökség, meg mit tudom én, hirdetési újság, meg ilyesmi, tehát ennyire olcsó és ennyire egyszerű egyébként nem volt még soha, hogy elérje mindenki a saját vásárlóját, úgyhogy van minimális kapacitás, vagy minimális időt meg erre muszáj egyszerűen
fektetni, ha biztos mind valakinek a családjával akad valaki olyan, nem tudom, vagy rokon, vagy valaki olyan, aki kütyün lóg amúgy is, akkor azt meg kell kérni, vagy összefogni több kicsinek, de hogy egyszerűen ez szerintem kikerülhetetlen, és nem csak azért, hogy az értékesítési csatorna meg legyen, hanem pont azért, hogy ezt a fajta hitelességet és filozófiát, amit mindenkit képvisel, ezt át lehessen adni a sajttal együtt egy csomagban. Már a marketingről beszélgetünk, akkor ugye az Egyesült Államokban van egy ilyen nagy sajt szaklap, ahol hát hogyha az ember kinyitja, akkor lát mindenféle hirdetést, és ezek a hirdetések általában azért a nagy sajthatalmak a sajtjait hirdetik. Tehát a franciákat, az olaszokat, a svájciakat. Mit gondoltok, hogy nem lenne jó ide bekerülni? Vagy tényleg már, hogyha már országos szinten se terjesztünk, vagy visszük el az egyik helyről a másikra, akkor semmi értelme mondjuk egy külföldi piacnak Magyarország sajtjainak tekintetében. Meg egyébként az Árpit láttam, az előbb reagáltál, hogy szerinted nem így van, hogy a pandémia idején nőtt a... Igen, ezért mi azt tapasztaltuk, hogy a pandémia ideje alatt a sajtkészleteink fullra telítődtek, és ha nem jött volna a tavaly karácsonyra egy ilyen gigarendelés, hát mi a gigarendelés, egy ilyen vicces mennyiség amúgy, de nekünk az az volt, akkor mi azért nagy bajba lettünk volna. Attól, tehát mindig a sajtkészítő attól fél, hogy ha beindul az üzlet, akkor meg hirtelen nem tud senkinek semmit adni, vagy nem abban a minőségben, ahogy azt ő szeretné, és ha nem tudsz adni, az rosszabb, szerintem rosszabb helyzet. És mivel első generációs sajtkészítők vagyunk, nem szabad elfelejteni azt, hogy szerintem az utódoknak van majd lehetősége valószínűleg ide nyitni. Tehát, hogy szerintem most is egy generáció alatt sok esetben megcsináltunk annyit, mint hagyományos esetben 2-3. Tehát, hogy valószínűleg van egy ilyen emberi lélektani határa is ennek a dolognak. Kálmán? Nem arra reflektálni, amit az Árpi mondta. Tehát a kérdésed, hogy bekerülni egy ilyenbe. Tehát egyrészt azt gondolom, most nincs előttem, tudom talán, hogy melyik lapról beszélsz, de nincs előttem egy hirdetés, de hogy kis sajtkészítők egyedi sajtja, mint hirdetés nem jelenik meg, azt biztosan állítom neked. Egész másképpen néz ki, ezekben az országokban ezt a fajta termelést komoly szervezeti háttér segíti. És ez a szervezeti háttér részben állami forrásokból, részben a termelőktől begyűjtött tagdíj és egyéb forrásokból kvázi image reklámokat tesz ki. Tehát azt mondja, hogy a francia sajt, vagy a Gruyère, vagy a Comté, de nem egy-egy sajtkészítő terméke. Magyarországon ez nincsen, tehát így egy-egy sajtkészítőként ebbe bekerülni nincs értelme, és amit mondtam, hogy akiket én így ismerek, egy-kettő ilyen kisebb svájci hasonlót, ő saját maga árusít, ott a kantonon belül még néhány helyre eljuttatta a sajtját, és néhány, ha olyan csúcs sajtkészítő, akkor néhány csúcs étterembe elkerül a világon a sajtja, tehát átdiversifikált az ő piaci működésük. És szerintem egy ekkora, ilyen méretű üzem, mint ami mi vagyunk, tehát most az Árpi a kicsik között egy óriás, de hát vannak itt a teremben ülők olyanok, akik sokkal kisebbek, mint az Árpi, ott még egészen másféle problémákkal küzdenek, nem hogy ilyen szintű reklámokba kerüljenek bele. A második, amit szeretném még mondani, hogy igen, tehát ugye mindig beszélünk, hogy a marketingről, nem, mondtuk, hogy a marketingről ne beszélünk sokat, de ez már egyébként a marketing téma, amit a Zsófi mond. Igen, tehát hogy nem fogalmaztam én pontosan, amikor azt mondom, hogy nem csak élményt, hanem sztorikat kell eladni. Tehát amit mond az István is, és itt mindjárt kapcsolódni fogok az értékesítési nehézségekhez, az idegen értékesítéshez. Ugye, hogy hogyan néz ki, hogyan van agyusztálva. Nekünk az elejétől kezdve az volt ebben a stratégiánk, hogy minden egyes sajtunknak neve lesz. Abban a pillanatban, hogy egy sajtnak neve van, akkor ugye azt abban a minőségben pici kotyogással, de azt a dolgot kell előállítanod, tehát nem lehet egyszer ez, egyszer az. Tehát lehet azért választás azt mondani, hogy hát milyen sajtja van, van félkemény, meg még, van még borsos félkemény. Az nem brand, az semmi. Az nem szó semmiről. Ha azt mondom, hogy én készítettem egy sajtot, és mondjuk a viszonylag legegyszerűbb friss sajtunknak az a neve, hogy hatmalom sajt. Attól hatmalom sajt, és most nem felejtetek ezt hosszan untatni, de hogy Vászajon valamikor hatmalom volt, ez egy picike falu, ez már rögtön utal arra, hogy milyen munkamegosztás volt régen Somogy és Zala között, hogy Somogyba tudtak termelni búzát, a mi oldalunkon maximum szőlőt, viszont volt esése a patakoknak, át tudtak hordani, őrletni, ezért megélt egy 200 fős falu a 6 darab malomból,
van egy történet, és amikor valaki erre a sajtot kéri, de akár olyan szinten kéri, hogy hat majom sajtot kéri. Micsoda? Hát félreolvasta. De rögtön lehet, és mondom, na is tudja, hogy miért hat malom? Nem tudom. És elmesélem neki, és elmondom, hogy végig lehet járni a patakvölgyet, el lehet menni a malmokba, és az az ember nem egy darab sajttal, vagy egy sajt ízével a fejében távozik, hanem egy sztorival távozik. És neki ez sokkal jobban meg fog maradni, mint egyébként egy sima, valamilyen nevű sajt. Tehát, hogy az Árpinál van a Schweizer, ott már lehet mesélni, a nagypapa így hívta, stb. Na most, miért nem bízom nagyon szívesen idegen kiskerekre a sajtjai mértékesítését? Azért, mert ők ezt a sztorit nem fogják tudni az elmondani. Mert én dolgoztam két olyan cégbe is, amelyik komoly nagy kereskedelmi hálózatot üzemeltetett, és nem létezett az a prémium rendszer, mert rá tudtam volna arra bírni, legalább a telefont egyforma köszönéssel vegyék föl, nemhogy még egy termékről azonos, hiteles információkat szolgáltassanak. Tehát nagyon nehéz, ez az ügy, nyilván egy kulinár ezt meg tudja valósítani, de nagyon-nagyon kevés üzlet. Ezért vagyok én egy picit szkeptikusabb, talán a szokásos, olyan szükségesnél szkeptikusabb, de mondom, tehát hogyha ez így felépül, és ez a marketinged, akkor nagyon nehéz a külső értékesítésbe beleszállni. Itt érintettük azt, hogy mire használják a háziasszonyok a kézműves minőségi magyar sajtokat. Nem lenne jó, az most lehet, hogy csak egy ilyen amatőr kérdés, mint egy szakáccsalád leszármazottja, hogy mondjuk ilyen különleges magyar sajtokból készítenék a rántott sajtot, vagy az azért ez nagyon meredek lenne, tehát hogy ezen lehet-e változtatni? Vannak-e ilyen receptjei például? Hát azt az István szerintem megerősíti, miután én tényleg konkrétan a pandémia első napjától kezdve gyakorlatilag azt hiszem, hogy minden héten vásároltam. Tehát, hogy én folyamatosan a saját blogom, a felületeimen is szinte csak az ő sajtjaikat használtam, és hát abszolút ugye lehet nagyon sok mindent megmutatni. Nyilván ez a készítőknek is, meg nyilván akkor itt nekünk mondjuk akkor, akik a civil háziasszonyokat jobban eléri, az egy felelősség, hogy mutassunk erre sok ötletet. Egyébként azt fogalmaztam meg magamban, hogy valahogy én afelé próbálnék elmozdulni a háziasszonyok felé, mondjuk a kommunikációban, vagy hogy a sajt a gasztronómiában hol foglalja helyet, hogy inkább ezeket a jó minőségű kézműves sajtokat az alapélelmiszernek, mondjuk hétköznapi élelmiszer felől egy kicsit átpozícionálnám az élvezeti cikk kategóriába. Tehát ahogy mondjuk a francia gasztronómiában is annak megvan a helye, hogy akkor azt nem pancsoljuk össze más dolgokkal, meg nem feltétlenül nem gondolkoznék rántott sajtban, hanem akkor tényleg az elején vagy a végén, mint hogy nagyon kár, hogy a magyar gasztrokultúrában nincs meg a sajt, mint ugye a végén érkező pozíciója, pedig afelé lehetne szerintem menni, meg hogy tényleg, hogyha egy ilyen minőségű sajt van, akkor amellé tényleg maximum pár alapdolgot tesz, hogy kiemelje azt a sajtot, tehát hogy ott az a sajt legyen vagy a főszereplő, vagy a fűszer, tehát hogy ez az alapélelmiszer versus élvezeti cikk, ez szerintem egy érdekes folyamat kéne, hogy legyen. És egyébként, hogy mit tapasztaltatok a kulinárészben, szóval, hogy van fogékony készség, mondjuk akár a paraszt sajtra? Azt kell mondjam, hogy egyre nagyobb a kereslet egyébként a magyar sajtok iránt. Ez egyrészt ugye köszönhető egy tudatos kereskedői magatartásnak. Mert ugye a nyári időszakban nem, de most itt az őszi időszakban lehet új információt mondok Árpinak, de elbeszélgettünk már mi többször arról, hogy lehet jönni és raklettet sütni, Árpi imádja, a vevők imádják, és hatalmas nagy reklámot hordoz magában, és ha ezt megengedi egy kereskedő magának, akkor a következő héten már jöhet a Vászói Szent Jakab, vagy a Hatmalom, utána pedig jöhet bárki, aki tudja ezeket a paramétereket és minőséget, amit egy mi szintű kereskedő lánc megpróbál, mint élmény és mint termék a vevők felé átadni. Ugyanakkor ugye csatlakozva Zsófihoz és ugye saját élményben bizony érdemes ezt a fránya internetet használni. Nekem nincs rá időm, de a társamnak van, és ő rendszeresen beszámol azokról a dolgokról, amiket a Zsófi produkál, amikor kecsketejjel készül tejberizs, vagy tejbegríz készül.
van, akinek eszébe nem jut, hogy ilyet lehet csinálni, pedig ugye ez egy magyar őskövület az ételek között, és minden további nélkül működik. És ugyanakkor ugye Kálmán is említette ezt a lehetőséget, tehát én is biztatnék mindenkit arra, hogy valamilyen úton, módon próbálja meg ezt, és valóban az a dolog is működik, amit a Kálmán a piacokon említett, hogy kitekintünk, hogy hol ki mennyire árul. A társam rendszeresen azt veszi észre, hogy mi árat emelünk, akkor elkezdődik az áremelkedés. Tehát figyeljük egymást. Tök normális dolog, nem probléma. Csak ennek tudatában kell ezekkel az eszközökkel bánni, én úgy gondolom. És akkor még egy picit visszatérve, megint csak ugye a marketing, meg a megjelenés, hogy bizony ez a saját márkás brand, ez egy nagyon izgalmas dolog, vannak kereskedők, akik erre nagyon hajaznak, és próbálnak olyan termelőket találni, akik bevállalják ezt a dolgot, illetőleg a termelői brand, amiről a Kálmán beszélt, ez tényleg így van, hogy ki kell lépni abból a dologból, hogy van 20 féle sajtom. Tényleg milyen? Hát paprikás, hát vöröshagymás, hát lilahagymás, hát és mind ugyanaz a sajt. Tehát meg kell próbálni ezeket a dolgokat helyére tenni, és egyetlen egy pici szájgörbülés, hogy én 96-ban kezdtem el először kecske sajtokkal foglalkozni, és sajnos azt kell mondjam, hogy akkor még ugyanezekkel a problémákkal is küzdöttünk. Most pedig 2021 van. Tehát nagyon meg kellene próbálni átbillenni ezen a hagyományos dolgon, illetőleg megtartani a maga helyén. Az éttermek mennyire nyitottak a magyar kézműves sajtokra? Mert ezt tudom, hogy a Kosteszben van, de hát a Kosteszt nagyon nehéz elérni. Hát, igen? Nem? Hát zárva van most, igen, de hát... Igen, itt ez a kérdés igazándiból arra szólt, hogy ugye a Kulinárisnak megvannak a lehetőségei beszállítani. Közelebb? Jó. Ilyen helyekre, Kosztesz, Borkonyha, egyéb úgymond Michelin csillaggal bíró gasztrohelyekre. Ez megint egy helyen közel tudatos kereskedői magatartás. Kell keresni azokat a lehetőségeket, akik tudják és akarják, és elfogadják a piacnak ezt a fajta alázatot követelő magatartását, amit az Árpi és az Imi is elvégzett, mert az Iminek a sajtja is bent volt annak idején a Kosteszbe, amikor még az Etyeki Rúzs ugye egzisztált, és az Árpinak a Svájcere is ugye bent volt, mert ők jöttek, kérdezték, milyen legyen, hogy legyen, mi kell, melyiket keresik jobban, és egy ilyen kölcsönös munka kell mindenféleképpen ahhoz. Én azt gondolom, hogy nálunk most ez meg lehet, de a termelő részéről is mindenféleképpen kell az a fajta alázat, amit Árpi is folyamatosan hirdet. Én is azt gondolom, a termék, az állat, a természet minden iránt, hogy ez oda kerüljön a megfelelő helyre. Nem egyszerű. Zsófia? Csak azt szerettem volna mondani, hogy kvázi, mint átlag háziasszony vagy vásárló, hogy én bevállalom a nagyon kényelmetlen utat, a beszerzési utat, hogyha egy nagyon jó sajt, akkor én elzarándokolok, meg várom otthon, tehát hogy hajlandó vagyok bevállalni a kényelmetlen utat, de azért mégiscsak azt gondolom egyébként, hogy nekem átlag vásárlóként egyébként jól esne, hogyha most a Kulinariszon kívül mondjuk Budapesten legalább lenne egy vagy kettő olyan, nem sok valóban mondjuk nincsenek ilyen olyan klasszikus sajtkereskedés, mondjuk, mint Franciaországban, ahol tudjuk, hogy akkor hitelesen képviselik azt a terméket, de hát azért van egy-kettő mégis, akik úgy próbálkoznak, meg ugye pici boltok, tehát ahol nem egy X eladó van, hanem általában a tulaj meg értenek hozzá, szóval nekem azért őszintén szólva jól esne, hogyha mondjuk lenne a városban legalább egy-kettő olyan bolt, ahol akkor én meg tudom kóstolni, tudom, hogy már olvastam, hallottam róla, hogy akkor ott nyilván az a
tudatos vásárló, akkor vesz 3-4 félét. Megkóstolja, és hogy ehhez, erre igazából per pillanat ugye nincs lehetősége, mert még a kulinárisban sem egyrészt vannak ott ezek a sajtok, másrészt ott az egy más műfaj, mert ugye annyira nagy egyébként a kínálat, meg ott tényleg rengeteg nemzetközi jó, minőségű sajt van, de hogy nekem jó lesne, csak arra reagálva, hogy ugye Árpi is mondta, hogy nem viszi el, és mondom, én is bevállalom a kényelmetlen beszerzési utat nagyon szívesen, de hogy azért, hogyha egy kvázi kicsit könnyebben akarja mondjuk a termelő is elérni a közönséget, akkor én úgy gondolom, hogy ha van egy-kettő legalább olyan minőségi, hiteles bolt, aki komolyan tudja ezt venni, megképviselni, azért nekem az felhasználóként fontos lenne, meg jó lesne, hogy akkor ott több termelőnek a sajtját meg tudom vásárolni. Tehát elvinnéd egy ilyen helyre, vagy nem? Vagy csak a közel van? Nem tudom. Most ilyen siránkozós, minuszos paraszgyerek vagyok, akinek az fáj, ha esik meg, hogyha a süt a nap, nem tudom. Nem egyszerű történet amúgy. Tehát, hogy most is azt látom, hogy itt hárman árusítunk magyar sajt mustrán. És azt látom, hogy azért fárad, megint csak, hogy bocsánat magamat ismétlem, fárad az első generáció kicsit. Tehát, hogy csökken az a gyermeki lelkesedés, és a gyermeknek mindig meg kell, hogy maradjon a felnőttben, mert amúgy már hallott szerintem. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz egyensúly, és lehet, hogy nem tudunk olyan ütembe fejlődni, amúgy azt, ahogy elvárná a piaci igény, de amúgy a mi sajtjaink például megkaphatóak Pesten, csak több üzletben is, csak lehet, hogy mi sem vagyunk elég jók például a marketingben. Kámen, vászoljak jók? Marketingben? Igen. Persze, legalább valamivel legyünk jó. Nem tudom. És csak egy picit még visszautalva, mert szó volt a gasztróba, hogy hogyan néz ki, és sokan, mert a gasztró egyébként egy jó értékes csatorna félértés ne legyen. De hogy azért azt tudomásul kell vennünk, hogy Magyarország tradicionálisan nem a félkemény-kemény sajtok országa. Ez azokhoz képest nézve Ausztria, Svájc, Olaszország, Franciaország, nagyon fiatal szakma ez, még ha a dicső elődeinket, most ezt komolyan gondolom beleértve, tehát akkor is a 19. század vége felé kezdődött ilyen sajtok készítése, és a magyar étkezési kultúrának nem része a sajtnak önálló fogásként való fogyasztása, magyarul az édes desszert után sajtot teszünk. Ez nem létezik nálunk, nagyon kevés helyen működik ez, és mi azon kevés helyekre szállítunk be egyébként sajtokat. Tehát az emlegetett Kosteszen kívül az összes többibe is ez nagyjából így nézett ki. Az, hogy Zsófiék foglalkoznak ezzel és készítenek ilyen ételeket, ez nagyon jó, de tegyük a szívünkre a kezünket, a magyar konyhának nem alapanyaga a sajt. Most a sajtos spagettin kívül, meg a izén kívül nem alapanyaga a sajt, és nem is biztos, hogy nagyon gyorsan azzá tudjuk tenni, de még abban sem biztos, hogy azzá kéne tenni. Bocsánat, tehát ehhez csak hadd szóljak hozzá, hogy pont ezért dobtam be ezt, hogy nem alapanyag, jó is, hogy elhangzott ez az alapanyag, tehát hogy nem alapanyagként, hanem élvezeti cikként próbáljunk meg rá tekinteni, és afelé menjen az edukáció, és jó, ez az alapanyag, ez jobb, mint az alapélelmiszer. Igen, tehát hogy egyszerű visszahozni talán azt, hogy desszertként, vagy sajt, tehát önmagában sajtként vala az étkezés valamelyik fogásaként bekerüljön, de ma ez csak az elég magasra pozícionált éttermek tartják kínálatban is, és foglalkoznak vele, és oda nem mindegyik sajta lehet bekerülni, mert ott az egy nagyon meghatározó pont, hogyha azt mondom a, nem tudom, Szél Tominak, hogy ez a balatonsajt, és ez ilyen, akkor olyannak kell lenni, ezt nem lehet elmagyarázni. Tehát én nagyon irgalmatlanul tisztelek minden kollégát, és nagyon szeretem meghallgatni ezeket a vitákat, hogyan van a nyers tejből a saját kutya, mindent értek én. Csak, és elfogadom, hogy így készülnek sajtok. Csak azt egy étterem, egy séfnek nem lehet azt mondani, hogy a múlt héten olyan volt, ez is csíp, az jobban csípe? Kár, ez most szürke, az kék volt. Ez nem megy. Tehát ott ugyanis ő betette az étlapjáról valamit, elvár, ott követelmények vannak, és külföldön is az igaz, hogy csak ilyen sajtokkal lehet bekerülni.
Tehát én, ha látok ebbe utat, akkor egyet az Zsófival az, hogy igen, önálló fogásként, mert belekerülök mostanában többször abba, egyébként időnként kínos utcába, hogy megkeresnek különböző emberek, hogy csinálunk egy új szakácskönyvet, ajánlj már hozzá sajtos ételt. És akkor valamelyik séf baráttal közben, mi legyen, és kínunkban már minden... Múltkor a bíróval találtuk ki, hogy nem tudom, a tintahal volt lyukacsos, mintha sajt lenne, és azért volt sajt. Szóval ilyen baromkodások, és ettől a hátamon áll fel a szőr egyébként, már nagyon műanyag dolog, de az jó lenne, hogyha az étkezési kultúránkban azt mondanánk, hogy bizonyos kicsit esetleg egészségtelenebb édes desszertek helyére akár bekerülne a sajt, és ott egy felszolgáló elmondaná, hogy ez milyen sajt, honnan van, ki készítette, hogy javaslom a fogyasztását, milyen bort ajánlok hozzá, mondja Weiter, és akkor ez a dolog talán így tud működni. Az meg, hát bocsánat, még mondod, hogy evel Árpival valamilyen szinten nyilván vagyunk vitában. Én szerintem, de ki kell szállítani, szóval oda kell vinni. Igen, a vevőt el kell kényeztetni. Szóval nem klassz az, hogy jöjjenek el hozzám majd ezért, de hát van, aki meg aztán nem megy el, és akkor cseszheted, mert akkor megnő a raktárkészleted, mert lehet reagálni egy pandémiára egyébként csomagküldős kiszállítással, és irgalmatlan mennyiségű sajtot el lehetett adni. És szerintem szarabb nézni bánatosan az éppen megtelő érlelőmet a jövő héten, hova gurítsuk a fölösleget. De hát ezt mindenki maga dönti el. Szóba került a sajttál, esetleg az lehet megoldás, hogy regionális sajtálakat kínálnának az éttermekben, mert például ez egy érdekes, izgalmas kihívás lehetne. Tehát mondjuk egyeki sajtok egy sajttál, és akkor egyeki borokhoz egyeki sajtokat. Bocsánat, csak erre, mert hogy ez egyébként pont nálunk a Balatonfelvidéken piszokul működik. Tehát ott gyakorlatilag az összes magára valamit adó borászat az avval tolja végig, nem az nyarát, az egész évét, hogy azt mondja, hogy Balaton felvidéki sajtok. És akkor a kapolcsiaktól van jusajt, Óbudaváról, vagy másodnan kecskesajt, az Ivácsontól tőlünk. Tehát, hogy, és ezekből rakják csak össze, mert hogy van egy, csak hát ugye van egy nagy mázlink, hogy egy baromira összerakott turisztikai régióról beszélünk, és ezt mondjuk kicsit nehezebb, de szerintem sokfelé megteremthető ez. Ezért viszont, ha ennek a megteremtésében ti tudtok otthon fáradozni, akkor ez azért érdemes, mert nagyon hatékony. Tehát egy odajövő vevő, aki beül mondjuk a, nem tudom, a bárhova a trombitásig teraszára, az elvárja, hogy helyi sajtok legyenek, és szóvá is tenni egyébként, hogyha valaki francia kamembert akarna neki adni, vagy Rissos Gruyère-rel próbálná kiszúrni a szemét, ugyanazon az áron, vagy olcsóbban. Szerintem az egy nehéz történet, árakról beszélünk, hogy oda is visszakanyarodjak, hogy Kálmán mindig mondja, hogy Árpit ennyire nem tud sajtot csinálni, tehát hogy folyamatosan emeljük az árat, de tényleg, hogyha nagyon elkezdünk számolni, akkor ez tényleg... nem annyira nagy matek van abban, amit csinálunk. És így jön vissza az, hogy az étterem mi mellett dönt. Tehát az a baj, az étterem az szerintem a Balatonon kívül, vagy a borász nem annyira a regionális dolgokat fogja, mert ők is alulról építkezős embőrkék, és a saját munkájukat tekintik a legértékesebbnek, vagy a legjobbnak, tehát mintha nem lenne ilyen kitekintésük. Mondok el egy példát. Borászokhoz próbáltunk úgy bejutni, hogy ilyen nagyon akciósan vittem sajtokat, és ezt tényleg elfuseráltam, mondjuk ez, akkor még Kálmán nem ismertem, hogy ilyen tanácsot hallottam volna, mondjuk ez egy 7 éve lehetett, vagy 8, és akkor kérdeztem, hogy kell-e, tetszett-e, jó volt-e. Hát igen, de mondtam, hogy ez egy ilyen kivételes ár, csak azért is, hogy ha ráfaragnak, se érezzék úgy, hogy nagyon ráfaragtak. De normális áron nem kell nekik. Méghozzá azért nem szerintem, mert azt nézi, hogy mennyiért kapja meg a boltba, vagy a multiba az osztrák, vagy a nem tudom milyen sajtot, ami amúgy tele van rejtett támogatással. Tehát képtelenség lenne 4500 forintért ezt a berkézét előállítani, abból a 200 forintos tejből, amennyiért megveszik az osztrák paraszttól. Tehát nem csak a paraszt van támogatva a nyers tej előállításnál, hanem a sajt készítő is a sajt előállítás folyamán, és nem csak egy egyszerű beruházási támogatása van, hanem minden sajt kiló után támogatást kap. Tehát akkor ez a titok tulajdonképpen, ez a titka annak, hogy miért tudnak ennyire olcsón hozni ilyen minőségi sajtokat.
Én mindjárt adom az iszonyatok a szót, csak mert végre van vita, és ezt imádom. Nem árpi, nem azért nem vette meg másodszor, mert árérzékeny, hanem azért, mert egyszer megmutattad neki, hogy annyiért is meg lehet venni. És ez egyszerű vevőpszichológia. Bármelyikünk bármikor vásárol, ha az a gondolat van benne, most miért fizessek ezen a héten valami négyet, ami múlt héten három volt? És nem érdekli, mert azt mondja, hogy van az olyan rafinált paraszt, hogy nem adta oda nekem ráfizetéssel, neki annyira is jó volt. Ezért nem szabad egyébként belemenni ebbe az ártörténetbe, mert nincs belőle kiszállás. Szerintem, bocsánat. István, valamit. Igazándiból ezekhez a sajttálos dolgokhoz szeretnék csak kanyarodni. Ez működik. Nálunk a kulinárisban több méretben, több kínálatban, egészen az alap egyszerű dolgoktól, és nagy valószínűséggel nem sokára fog működni a magyar sajtnál is, mert jön az ősz, és megpróbáljuk ezt is összeállítani. Tehát ahogy javasolta előttem, igen, próbáljatok meg a környezetetekben összedolgozni akár ilyen ügyből kifolyólag is. És már tudom, ez a magyar embernek az egyik legnehezebb program, hogy összedolgozzon, de meg kell próbálni, mert mi vagyunk a sajtkészítők. És még oda kanyarodva, hogy itt mi Magyarországon azért, én mindig úgy ex-hasból azt mondom, hogy egy 400 év hátrányban vagyunk ebben a szakmában. Mindenféleképpen. Itt nálunk nem alakult ki például az a réteg, aki nem foglalkozik mással, csak a sajtok érlelésével. Abszolút mindenki rá van kényszerítve, hogy valaki valahogy megcsinálja. Imre is épített egy, majd fogjuk látni, egy komplett sajt érlelőt azért, hogy olyan legyen a sajtja, amilyet ő elképzelt. Míg ez kultúrnemzetekben úgy működik, hogy a megfelelő stádiumban lévő sajtot odaadják annak az érlelőnek, és az majd úgy meg fogja érlelni, ahogy azt a sajt termelő megálmodta és elképzelt. Tehát, hogy ez nálunk még, és nem is tudom, hogy fog-e valaha működni, hogyha ilyen léptékkel haladunk, két lépést előre, egy lépést hátra. Ezt ugye Lenin annak idején így elmondta. Tehát ugye rá vagyunk kényszerítve ezekre a dolgokra, hogy mindent magunk próbáljunk megoldani, és ez jelentősen nehezíti ezeket a dolgokat. Még egyébként úgy gondolom. Észrevettem azt is, hogy azért ezekben a nagy kultúrákban tulajdonképpen a tömegtermelésben készülő sajtok is elképesztően jó minőségűek. Tehát olyan jó minőségűek, mint itt az Árpi, vagy a Kálmán sajtja. Vagy hiszen volt idejük, hogy kiforják magukat. Tehát az maradt meg, amelyik jó és időtálló, csak azt is lehet jobban, meg kevésbé jobban, meg kicsit másképp is készíteni, mert azért azt is hozzá kell tenni, hogy én visszaemlékszem, még a kecskeméti piacon árusítottam, amikor jött egy volt évfolyamtársam, és megkérdezte így, hogy te István, te miből készítesz sajtot? És mondom, hogy hát tejből, te hülye vagy, te mondod, de hát miért? Hát mert lehet kapni Hollandiában, Dániában ilyen vízben oldódó, telítetlen zsírsavakat, és akkor azzal le lehet az önköltséget csökkenteni, mondom, nem. És ez működik a nagy nemzetekben is. Hát a kereskedők. Jó, szóval igen, a minőségre mindenféleképpen. Egy utolsó kérdést engedjetek meg, hogyha most kinyitnám a hűtőtöket, akkor lenne benne kézműves minőségi magyar sajt, és ha igen, akkor az milyen típusú és kitől? Menjünk sorba, Kálmán. Nekem egyébként lenne benne. Bár most viszonylag kivételes, de éppen ennem kaptam két kecske sajtot is egy kollégától, amit ezután is nagyon köszönök, és finomak, és azt teszegetjük. Meg időnként saját sajt is van benne, de, és meg kell időnként a kollégáké is, tehát hogyha járok elek is lehet kapni, tehát árpi sajtját is szoktam venni máshol. Mert hogy Dunaresztiben nem jutok el, de a Fény utcában meg igen. Mert hogy kíváncsi vagyok, és például lehet külföldit is kapni, tehát azokra is kíváncsi vagyok. És tudom, hogy nem ez ott a kérdés, és nem akarom húzni időt, de egy fontos dolgot szeretnék itt azért mondani, mert elhangzott többször a trapista a 80%-a izé. Nem azért fogyaszt a magyar fogyasztó 80%-ban egyébként gyári trapistát, mert idióta, edukálatlan, és nem tudja, mi a jó. Azért, mert erre van pénze. Szóval azért, hogy ne legyen félreértés. Azt a sajtot,
ha holnaptól megszüntetnénk a trapista előállítást, és az RP és az IMI azt a mennyiséget betolná a saját sajtjával jelenlegi árán, akkor nem tudnák eladni. Tehát azért ez egy magyar fogyasztó réteg pénztárcájához mérten tud csak működni, és azért mondom, hogy a mi sajtjainkat egy más kategóriaként kell egyébként a piacon is pozícionálnunk és működtetnünk, mert különben tévúton fogunk járni. Bocsánat. Erpi, mi van a hűtőben? Hát saját sajt. Amúgy most már a hegedűsét is beleraknám. Tehát az előbb kóstoltam, és szerintem nagyon, nagyon, nagyon szép. És amúgy először a Sándor Tominak jutott eszembe az egyik fél éves sajtja, amit szoktam néha fogyasztani. Az igen. Zsófinak gondolom rengeteg hát, van. Hát. Nagyon unalmas leszek egyébként, mert egyébként nincs na rengeteg, hanem egyféle van, mert tényleg mindig az Istvánék sajtja az hétről hétre ott van, és akkor ráadásul ahhoz még egyrészt mindig ugye veszem, amiket lehet náluk alapjáraton kapni, és akkor még mindig belecsempész azért az István egy-egy ilyen komolyan már érleltebb dolgot, úgyhogy azok is nagyon jók, de egyébként azt szoktam, hogy a Natur, ugye ez a Natur kecskekrém sajtjuk, az mindig van, de mindig kettőt rendelek, mert egyet frissen eszünk meg, és a másikat meg mindig ott pár hétig még ott érlelgetem házilag. Úgyhogy ezek meg van, még bocsánat, van egy tiszaörsi csedár, aki ott az Alföldön van, nekem ilyen nagyszülői régi kötődés, és akkor ott például felfedeztem egy sajtkészítőt, kiváló minőségű saját tejből készítik, Angola feleség azért lett csedár, ki is tanulták, tisza szentimre, és kiváló minőségű, de hogy például ott is azzal szembesülünk, hogy hiába karolnám fel, meg hoznánk, meg a környéken az éttermekben lennék, hogy négy gyerek van, és egyszerűen hol csinálnak sajt, hol nem, hol elúsznak ugye az élettel, hol nem, tehát hogy ott is például egy ilyen kicsi, kiváló, tényleg nagyon jó minőségű manufaktúra, de egyszerűen nem tudjuk behozni kvázi a mainstreambe. István? Hát értelemszerűen nálam is saját sajt, azzal tele van a hűtő, és mivel reggel pont főztem és nézegettem, hogy mit tegyek a kedvenc egytál ételem tetejére, hát bizony volt Schweizer, de azt nem tettem rá, mert azt páromnak az egy picit erős meg a gyereknek, de Schweizer az van. Meg van Manchego, meg még egy-két olyan dolog, ami nem. Mi kell, hogy legyen otthon. Igen. Tulajdonképpen. Jó. Van-e kérdése valakinek? Most fel lehet tenni ezeket a kérdéseket, és akkor oda viszem, ha kell, a mikrofont is. Mennyi az idő? Azt meg tudom mondani. De nyugodtan egyébként fogyasszatok ebből, azért van itt. Senkinek semmilyen kérdése? Hát akkor köszönjük szépen ezt a beszélgetést. És mi köszönjük. Köszönöm, hogy elmondtátok mindezt.